következő mesét Horváth Dávid küldi neked a K&H Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! Az én mesém a három együgyű leány. Hol volt, hol nem volt, hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy jómódú nagygazda özvegyasszony, és annak volt három erősen szép leánya. Olyan szépek voltak, tudjátok-e, hogy a napra lehetett volna nézni, rájuk nem. De az volt a baj, hogy mindegyiknek volt egy kicsi hibája. Az egyik egy kicsit pösze volt. Annak régebben úgy mondták, hogy csepűnyelvű. A másik egy kicsit rövidlátó volt. Annak régebben pedig úgy mondták, hogy tyúkszemű. A harmadik pedig örökké kacagott. Ha kellett, ha nem, csak hihi, hehe, haha, örökké kacagott. Búsult is eleget az anyjuk, kihez tudja férhez adni őket, mert a faluban mindenki ismerte a lányokat. Egy legény se került, aki feleségül kérte volna őket. De halljátok-e? Hogyhogy nem a bíróhoz jött egy kanászlegény, és az még nem tudta, hogy ezek a lányok milyenek. Reggelente hajtotta ki a disznókat, és az asszony egyszer kiállott a kapuba, és azt mondja a legénynek. Hallod-e, édes fiam? Én hallottam, hogy te árvalegény vagy, és én nagyon sajnálom az ilyen árvalegényeket. Én ide az ablakba minden reggel kiteszek egy pohár pálinkát neked. Jól van. Elálkodott a legény, örvendett neki. Úgy is lett. Minden reggel, mikor hajtotta a disznókat, ott várta az ablakba a pálinka. A legény fölhajtotta, és füstgyőrészre terelte tovább a disznókat. Mikor ennek egy hete volt, kettő, megint kiállott az asszony, és megszólította. Hallod-e, édes fiam? El kéne, gyere, te nálunk Guzsajasba, mert van nekem három szép leányom, és amelyik megtetszik, az feleségül vehetnéd. Nem kellene őrizned a disznókat. Te lennél a gazda. Rád iratnék én mindenfélét. Tetszett a legénynek ez a beszéd, megígért, hogy a következő szombaton elmegy Guzsajasba. Várták a leányok a legényt, de az asszony még sokkal jobban. Töltött káposztát főzött, süteményt sütött, bort, pálinkát hozatott, és a lányait nagyon felöltöztette. Teveszőrokolyába, szoknyába, ingbe, lájbiba, és bevitt egy hosszú bükkfa padod, arra sorra leültette őket, és rájuk parancsolt. Itt üljetek, ne! De nekem se meg ne mozduljatok, se meg ne szólaljatok! Meg ne tudja a legény, hogy ti milyenek vagytok! Meg is ígérték a lányok, hogy nem szólnak egy árva szót sem. Egyszer csak jön a legény, koppant, bejön, köszön, és a kucsmáját leteszi az ágyra, és beszélgetnek. De csak az asszony beszélgetett, a lányok meg sem mertek szólalni. Az előbb, majd elfelejtettem mondani, letett a gazda asszony az ajtó sarkához egy tűt, és azt mondja a rövidlátónak. Nézd csak ide, édes lánykám, ide leteszek egy tűt, és ha ide jön a legény, akkor te menj oda, s vedd fel. Mondd azt, hogy nézze csak, anyóka, milyen sötét van, lámpás világ, azt mondják, hogy én tyúkszemű vagyok, és mégis megtaláltam a tűt. Na, úgy is történt, ahogy megbeszélték. Az asszony letette a tűt, és a lányok ültek, és ő beszélgetett a legénnyel. Eszébe jutott a lánynak, hogy neki a tűt fel kellene vennie. Felugrott a padról, oda megy az ajtó sarkához, és azt mondja. Jaj, anyóka, nézze csak, ebben a sötétben itt az ajtó sarkánál találtam egy tűt. Jól van, édes lánykám, bólintott az asszony. Látod-e? Azt mondják, hogy tyúkszemű vagy. Vidd a helyére. De mikor megfordult a lány, meglátta, hogy a vetett ágyon kucorog valami. Nem vette észre, mikor a legény a kucsmáját oda tette. Azt hitte, hogy a macska kucorodott fel. Odaugrott, és a tenyerével hirtelen leütötte. Kaclete szégyentelen! Erre, amelyik lány örökké kacagott, úgy elkezdett kacagni, hogy azt se tudta, hová legyen, csak kacagott és kacagott. No, erre megszólalt a harmadik lány, amelyik csepűnyelvű volt. Láttátok-e? Én egy tótte tóttam, ott én megyek férhez. A legény csak most tudta meg, hogy ő hová került, milyen lányokhoz. Megszégyelte magát, és úgy kiugrott az ajtón, hogy többé vissza se nézett. Mint a puskából lőtték volna ki. Azt, hogy a szegény asszony hogy adta férhez a lányit, azt én nem tudom. De itt a vége. Fuss el véle.